Kelta Fesztivált rendez szeptember 6-án a szeptemberi kóstoló keretein belül a Szerika Együttes, mégpedig a kerületi vonatkozású, illetve a kerületi illetőségű Szerika Együttes. Vendégünk pedig két tagja a zenekarnak, Fóti Gabi énekes és Gotár Fanni, aki a tánckar vezetője, koreográfus, táncos. Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Mi is köszöntjük a nézőket! Ugye a Szerika zenekar nem először szervezze a kerületben fesztivált, ugye volt már egy ősszel is egy ilyen kelta nap, egy kelta éjszaka. Az hogy sikerült? Ez a Rózsában volt. Így van, idén lesz a második kelta fesztivál itt. A tavalyi nagyon jól sikerült, hála Istennek, nagyon sok vendég volt, akik nagyon jól érezték magukat. Tavaly is egy nagyon színes programmal vártuk a kedves érdeklődőket, ez idén sem lesz másként, úgyhogy reméljük most is sokan eljönnek majd. Azt lehetett tapasztalni már azon az eseményen is, hogy ugye nem csak innen a kerületből szerveződik a közönség, hanem messzebbről is jönnek. Lehet tudni, hogy honnan verbuválódik az érdeklődő sereg? Hát nyilvánvalóan a Facebookon, ha lehet ilyet mondani, ez a közösség oldal, aki nyomon követi a zenekar életét, és szeretne ugye ezeken az eseményeken részt venni, ott tájékozódik másodszorban, mert elsősorban a szerika.hu websájton találhatják meg az előszóló információkat, és hát nyilván a helyi televízió is azért van, hogy szórja az igét és gyűjtse a közönséget. Aki figyeli a műfajt, meg figyelte ugye ezeket az eseményeket, az azt látja, hogy az írtáncnak és az írzenének van, illetve hát a keltatáncnak és keltazenének van egy masszív közönsége Magyarországon, amelyik úgy növekszik is. Honnan a népszerűség ennek a műfajnak vajon? Mi táplálja ezt Önök szerint? Hát szerintem nagyon életvidám a muzsika, és az a táncos koreográfia, ami ezt ugye szuportálja, sőt viszi nagyban. Szerintem abszolút az oka ennek a dolognak, hogy az emberek szeretik jól érezni magukat, és nyilván egy ilyen vidámabb hangulatban azért többen tudnak részt venni, vagy ilyen hangulatú rendezvényen. Tehát ez egy abszolút vidám és lendületes dolog. Én amennyire a Szerika életében ugye benne vagyok most már tavasz óta, akármerre jártunk, ezt tapasztaltam. Én más műfajban is közreműködöm, és ekkora nézősereget ebben a stílusban én nem nagyon láttam máshol, de szerintem Fanni el tudja mondani a saját tapasztalatait ezzel kapcsolatban. Hiszen két éve már így van. Igen, hosszú évek óta nagyon népszerű ez a műfaj, mind a táncot, mind a zenét tekintve, és tényleg egyre szélesebb köröket tudunk megszólítani vele. Nincsen igazából se korhatár, se egyéb határ, nemzetközi műfaj lett az írstep, ezért ilyen népszerű Magyarországon is, és nagyon sok egyébként a hasonlóság a magyar népzenével és a néptáncban, ami a ritmusvilágot is illeti például, úgyhogy a magyar emberek különösképpen nagyon szeretik, és művelni is nagyon jól tudják. Ugye Önök már két éve dolgoznak együtt így a zenekarral. Lehet mondani, hogy ez egy eredményező és gyümölcsöző munkakapcsolat? Ja, igen, igen, nagyon úgy tűnik, hogy jól tudunk együtt dolgozni. Igen. És vajon annak mi a titka, hogy ez a zenekar és ez a tánckar tudta ilyen jól megtalálni egymást? Nagyon jól egymásra találtunk. A Szerika zenekar is és az Attitude Dance Company is hasonlóan progresszív vonalat képvisel, ami az ír zenét és táncot illeti, úgyhogy ezért tud nagyon jól együtt működni. Ugye Ön a legújabb tagja a Szerika zenekarnak, amelyik ugyan lőrinci illetőségű, ezt én bemondtam az elején, viszont sokkal nagyobb a híre, tehát ugye nem csak itt ismerik, sőt, talán Lőrincen kívül még jobban ismerik országszerte, talán még nemzetközi híres van a zenekarnak. Mi vonzotta ehhez a csapathoz? Hogyan került be? Hát ez egy nagyon érdekes megkeresés volt. Közös zenész ismerősünk protezsált, ha lehet így mondani, a zenekarba, és az András hívott föl egy teljesen vak hívással, hogy lenne ez a stílusú zenekar, és ha lenne szabad kapacitásom, akkor esetleg megnézném-e, hogy mit művelnek, és hát nagyon szimpatikus volt a személyes találkozó, és az anyag is, amit átküldött. Nyilván az anyagot azért én korábban megtekintettem, mielőtt találkoztam volna az Andrással. Könnyed, nagyon jól emészthető, abszolút befogadó a zene, tehát nagyon-nagyon hamar tudtam elsajátítani azokat a stílusjegyeket, ami szükséges egy jó koncerthez.
igaz, hozzáteszem, én azért a rock műfajból érkeztem, valamilyen szinten azért én is alakítottam rajta, ez egy folk and rock zenekar, tehát nyilvánvalóan én azért is örültem ennek a megkeresésnek, mert egy saját stílust tudtam ugye belevinni ebbe az ír folk rock zenébe. Nézőknek mondjuk, hogy András, akit említett, ugye Bence András a zenekar Bence vezetője, András, és a, ráadásul a fesztiválnak a motorja, főszervezője. Akkor beszéljünk most magáról erről a fesztiválról, először talán a zenéről, és aztán a táncról. Ugye hát maga a kelta zene is elég sokrétű Magyarországon, és ugye azon belül is sok alműfaj létezik. Itt most mely műfajokat fogják képviselni a fellépők? Hát a fellépők között azért lesz punk rockzenekartól kezdve az autentikus ír zenészekig, tehát mindenféle stílust meg lehet találni, mindenféle átmenetet. Én azt gondolom, hogy pont ezért sokkal nagyobb számú nézőközönség fogja megtalálni a számítását a rendezvény alatt. Önnek van kedvence a fellépőtársak közül, esetleg akik az érdeklődését jobban felkelti? Hát végignéztem a műsort, és mondjuk ők pont nem ebbe az ír kelta vonalban mozognak, hanem inkább a pop zenei ágazatban. Nem mondok nevet, de valószínűleg el fog tekinteni egy-egy színpadhoz is, ha éppen nem lesz valami próbánk, vagy egyebek ugye a 8 órás kezdésünk előtt, akkor bele fogok hallgatni ezekbe a műsorokba is. Akkor ki kilátogat, majd a szemben kosztályegyébesen. Igen. Tánc. Én azt vettem észre, hogy ugye nem csak írstep lesz, hanem nagyon sok minden más is, skótok is érkeznek. Skótok is, így van, ők is képviseltetik magukat, jön a budapesti skót táncklub is. Én rájuk például nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy kicsit jobban megismerhessem a skót táncot is. Lesz picit tradicionálisabb írstep is, harcos is lesz egy lányduó, illetve hát mi ugye inkább a progresszívebb vonalat képviseljük majd. Itt hadd kérdezzem meg, hogy az írstepről már esett egy pár szó, és beszéltünk arról, miért szereti a közönség. Miért jó táncolni ezt? Nagyon népszerű, és nem csak Írországban, hanem világszerte Magyarországon is. Igen, nagyon, nagyon sok örömet okoz művelni ezt a műfajt. Jó érzést csinálni, tényleg adrenalin löketet ad. Amint említettem is, hogy nagyon hasonlít a magyar néptáncnak a ritmus világához, ezért tudják a magyarok sokkal könnyebben elsajátítani, mint más nemzetiségűek esetleg, és nagyon sok kiváló magyar írstep táncos van külföldön is, akár Michael Flatley-nél is táncolnak többen. Itt lesz különben lehetőség arra, hogy a közönség is kipróbáljon egy-két lépést esetleg? Nyilván táncházról talán nincs szó, de mégis, hogy bekapcsolódjon. Ha lesz rá igény, akkor szerintem nyitottak vagyunk erre, igen. Még egy fontos dolog, ugye az őszi fesztiválon azt már láttuk, hogy nem csak zene van és nem csak tánc van, hanem ugye az ír gasztronómiába is bele lehetett kóstolni egy kicsit. Az most itt lesz-e? Valamiképpen kapcsolódik-e és milyen rendezvényhez? Hát főzőverseny biztos, hogy lesz. Én már láttam, hogy a gyerekek körében lesz főzőverseny. Nekem ezt keltett a felső körben a figyelmemet, de hát nyilvánvalóan szerintem fogunk találkozni mi is, és a nagy közönség is tradicionális ír ételekkel. Én még egy ír sörkóstolóról is hallottam. Hát nyilván, igen, hát hogy felejthettük el? Hát a sör. Reméljük, hogy ez is meg lesz. Tehát akkor szeptember 6-án, ugye azt mondjuk, hogy a szabadtéri színpadon, ugye? Tehát ott a nagy haléban. Így van, a szabadtéri színpadon. És mikortól kezdődik maga ez a program? 3:30-tól kezdődik délután, és folyamatosan követik egymást a különböző programok, koncertek. Még egy fontos, hogy a programon belül a Szerika együttes mikor lép föl? Ez 8 órai kezdés jelent a mi esetünkben, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Így igaz. Sok sikert kívánok, az esküszöm, hogy beszélek. Köszönjük szépen.